Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, mielőtt szabadságra megyek, csináljunk még egy kis videót és memorandum, hogy megmaradjon a elkövetkező évek fiatalájának, amikor ez a videó készült Magyarországra belépve egy maszkot kellett viseljel továbbá, uh, karanténba kellett vonulja két hétre, ha csak nem, jó pénzt fizettél azért, hogy kiengedjenek onnan. Na, uh, csak hogy megmaradjon, hogy ez a 2020-as év, ez, 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 ilyen volt. Na de a mostani videóban, <kül> és mielőtt belevágok, feltenném nektek a kérdéseket, oké, okay, amire kérem a választ szépen leírni, uh, miközben én is kifejtem véleményemet a témáról. A kérdésem pedig az, te Miért nézel meg egy videót egy játék kritikáról? Tehát megjelenik egy új játék, szeretnéd tudni, hogy milyen, felmész a kedvenc videósodhoz megnézed a véleményét arról az adott egy játékról? Miért nézed meg a kritikáját arról a játékról? Miért jössz el hozzám és nézed meg például az én kritikámat arról az adott egy játékról? És miközben ezen gondolkodsz, hallgass meg kérlek az én véleményemet is ebben a témában, mivel hogy úgy gondolom, hogy a mai játékoknak a kritikusai, vagy a mai kritikusok vagy azok az emberek, akiknek azoknak állítják magukat, vagyis hát van ilyen munka, hogy kritikus, nem? Mindenkinek megvan a joga a személyes véleményéhez, ugyebár is. És, és legtöbbünk, hogyha egy kritikus néz, vagy egyetért vele, az azért van, mert valahol személyiségben, gondolatmenetben ö, ütközünk azzal a személye, úgy értem, hogy egyetértünk ö, azzal a személye. Viszont elteltek, ugye, évek, és változott a kultúra, változott a generáció, és ezáltal ugye változtak a kritikusok is. A divat változott, a mentalitás változott, és a legfontosabb dolog változott, ami köré szeretném helyezni egy kicsit ezt a videót, az pedig a műveltség. A kritikusok műveltsége változott, egy olyan irányba, ami úgy gondolom, hogyha egy játékkritikára kerül a sor, és gamer vagyok, most beszélgessünk játékkritikáról, kerül a sor, akkor a kritikusuk manapság eh, igen fontos elemeket hagynak ki a kritikájukból. Hogyha jött ez a téma ötlet kérdezni? kérdeznéd, én eléggé benne vagyok így a nyugati gamer világba, a újságírásba, és rengeteg kritikát olvasok játékokról, és azt veszem észre, hogy, és lehet, hogy tévedek, e ezen a téren teljes mértékben tévedhetek, azt veszem észre, hogy a kritikák minősége, illetve mondani valója, illetve milyen üzenetet hoznak ki abból a játékból, az teljes mértékben eltér attól, amitől egy klasszikus kritika munka kellene legyen. Velem vagytok még? Még velem vagytok? Mit értek? Klasszikus kritika munka alatt, mert hogy ugye az idők változnak, a generáció változik, a mentalitás és gondolatmenet változik, továbbá maguk a játékok változnak, a, mű, a, a művészi tartalmuk változik, és minden adott korban a kritikusok azok az adott generáció elvei szerint gondolkoznak, vagy a az adott generáció problémáit körülvéve gondolkodnak, és Amazon üzenetet igyekeznek esetleg kihozni abból az adott játékból. És ezzel ugye alapvetően nincsen semmi baj, mert minden generáció, ha csinál egy műviszi alkotás, mint régen a költőink, hogyha belegondoltok, szinte minden egyes költő beleadta magát, az üzenetét, a generációjának az üzenetét a versébe, és az akkori kritikusok teljes mértékben vették az üzenetet. Viszont némi különbséget vélek felfedezni mondjuk a korábbi éra kritikusai uh, körül és a mostaniak körül. Tudjátok, az 1800-as vé évek vége felé, 1900-as évek elején, hogyha jól tudom, javítsatok ki, hogy nem, egy egyetemistának, egy átlagos egyetemistának az aktív szókincse 50 ezer szóból állt. Aktív szókincsről beszélünk, 50 ezer szó. Egy mai átlagos egyetemistának ez lecsökkent 5000-re. És itt egy némi különbségbe botlunk bele. És ez nem csak befolyásolja, még hogyha nem is, uh, hogy is mondjam, um, biztosak ezek a számok, vagyis részemről, mert nagyon rég olvastam erről már, még hogyha nem is biztosak, hogy, hogy ezek a számok, de mindenképpen egy hatalmas számmennyiségről, aktív szókincsként, amit használt a magyar, magyar nép, valamikor, régen, ez lecsökkent, igen, igen, apró um, számadatokra. felejtünk a nyelvünkből ezt is akarnám mondani, és ez nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan tudjuk magunkat kifejezni adott játékokkal kapcsolatban, vagy adott kritikával kapcsolatban. Ez alól magam sem vagyok kivétel, szóval én is a mai generáció szülöttje vagyok, hogyha hogy így mondjam, és én is abban a generációban nőttem fel, ahol rengeteg szó elveszett gyakorlatilag, vagy sose tanultam meg. A szív szókincsemben valószínűleg ott van, viszont aktívan sosem használom. Na de, ezzel még ugye nincsen semmi baj, mert a régi korok óta dolgok fejlődtek. Fejlődtek művészi téren, és a művész technológiai téren is. Tehát, hogy hogyan közelítünk meg dolgokat. Tegyük fel, mondok egy példát, egy fényképész hogyan fényképez egy adott szemét, hogy ilyen és olyan hatást érjünk el. Idővel ugye akik felfedezték ezeket a módszereket, elkezdték alkalmazni, idővel emberek ezeket megfejtették, hogy miért, miért csinálni Úgy, tehát minden alkotás mögé egy technikai uh, leírás keletkezett. Hogyan csinálj elmosódott hátteret, hogy művésziesen nézzen ki? Például. Tehát egy technikai leírás született minden közé. Ezt értem fejlődés alatt. És ugyanakkor ugye fejlődtek, fejlődött a filmezés és filmezési technikák, ugye fejlődtek a a történetmesélés, történetmesélési technikák is fejlődtek. Tehát nem most van, csak a legtöbb író malapság. nem az van, csak a fejükből kiúznak egy történet, és az fantasztikus. Nem, ennek már van technikája, struktúrája, amit meg lehet tanulni, és egy jó történetet hozhat ki a legátlagosabb ember is, aki a semmit nem tud az írásról, megtanulhat írni, hogyha úgy szeretné. Mert hogy technikák vannak erre remélem, hogy még velem vagytok itt, vagy 7 perc hashtag macskabugyi, ezt írjátok bele a, a komment szekcióba, 7 perc hashtag macskabugyi, ha még velem vagy, mert most megyünk bele az igazi érdekességbe, hogyha erről van szó. Szóval, egy játék kritikáról beszélök, és azt mondom, hogy a mai játék kritikusok nem tudnak kritizálni. Ez kemény volt, igaz? Most biztos lesz egy pár <laughs> <ez> ember, kül... <laughs> Na jó. De miből áll egy kritika? Egy személyes véleményből, egy objektív véleményből, a kettőnek a keveredőséből? Fer, hogy, fer, hogy egy játékot szubjektívan nézzünk meg, tehát hogy csak a saját véleményünket nézzük meg. Fer, hogy csak objektíven nézzünk rá? Fer, hogy keverjük a kettőt, hol tetszik, hol nem. És mi, ké, mi kell benne legyen egy játékban, művésziesség, egy jó történet? Egy üzenet kell egyáltalán legyen üzenete egy játéknak? Te mit keresel mindebben? Na most, hogy őszinte legyek, talán egyiknek sem kell meglennie egy játékban, talán mindegyiknek kell meglennie a játékban. Talán az első probléma ott kezdődik, hogy olyasmit, rak, olyasmit rakunk bele a játékba, kritikusként, ami valójában ott sincsen. És manapság ezt veszem észre, főleg a nyugati médiában, és ígérem, igyekszem belevenni egy kicsit a magyarba is, mert érdekel a téma, főleg a nyugati médiában azt veszem észre, hogy olyan üzeneteket tesznek bele a játékokba, amelyeknek semmi köze, nem is kéne, hogy ott legyen, és valami olyasmit értelmeznek ki. Ennek a legújabb áldozata a Ghost of Tsushima lett, csak hogy egy példát hozzak fel, nem akarok nagyon rá fókuszálni a dolgokra. Ennek szóval az újabb áldozata az Ghost of Tsushima lett, mert hogy volt egy játék kritikus, aki elmondta, hogy a játék milyen üres, és a többi továbbá, hogy mennyire megrongálja a mongol népnek a becsületét. Mert hogy semmit nem tudunk meg a mongolokról a gózszab cusimában. És én meg így, uh, Wood? hát, hogy uh, mi van? Meg, hogy ugye megsérti ez a játék a mongol népet. Bitch, please. Tehát, ha még, ha még ettől el is tekintünk, oké, okay, eleve ebben a játékban a mongolok a rossz fiúk, és többnyire ugye az írás szabályai szerint a rossz fiúnak nem igazán adsz túl sok karaktert, mert nincs rá szükség, mert arra van szükség, hogy te azt a rossz fiút úgy érzékeld, mint valaki mint akit könnyedén legyőzöl. Nem úgy, mint például a Last of 2-ben, ugye, ahol Ebbinek adtak személyiséget, rákényszerítettek, hogy vele játsz, megismert, megismert, hogy barátai vannak, szeretik az állatokat, és a végén lekurvanyázd az egész játékot, mert hogy nem érted, hogy mi van. Mert hogy egy adott ponton már Ellit nem érted, és Ellit utálod, és Ebbit kezdett szeretni, és a másik ponton meg vagy Ellit szereted nagyon, és Ebbit utáltad végig, amíg játszottál vele, összekavar. Ha túl sok személyiséget adunk egy rossz karakternek, akkor nehézségekbe ütközünk, esetleg a játékot annyira nem fogjuk élvezni, mert lehet, hogy mi valójában a rossz karakterrel fogunk együtt, ért, együtt érezni ezen játék során, és szeretnénk, hogy a játéknak más kivitele legyen. Szóval a góztas csusimába kötött bele ez az adott újságíró, és természetesen minden politikai féle um, Social Justice Warrior okokon keresztül lehordta a sárga földig a góztas csusimát, mert hogy a mongoloknak nem ad igazságot. És én meg így, What! Mi van? Hogy? Mi? Miről beszélsz? Egyáltalán kiátszottad a játékot? Tehát így, jesszus Mária, tehát alapvetően fogta és megszegette egy olyan szabályt, ami, hát nem szabály, de egy olyan kimondatlan szabályt, ahol ugye a rossz nem adunk túl sok karaktert egy filmben, azért, hogy uh, mikor a hőssel együtt érezzünk, amikor a hős bosszút kíván. Az adott újságírók teljesen elmenve embe kontextus mellett, ő leírta, hogy neki mennyire, mennyire kiállt a mongol lépér, hogy ez mennyire le, ledegradálja a mongolokat. Pedig nem nagyon tudom, hogy mongoliával kijötte volna pár panasz szó e felé, hogy, hogy őket úgy ábrázoltak hogy ábrázoltak még végül is. És nem beszélve arról, hogy az újságíró állítás ebből a szempontból teljesen hülyeség is volt, mert az első kép, amit a mongolokról kaptunk, amikor megismertük őket például a Ghost of tsushima hogy ez egy olyan jelenet volt, ahol egy egy egymaga kiállod a mongol csorda elé és azt mondja, hogy hozzátok a legjobbatokat, megküzdök vele, érjen véget a háború itt most. Kijön a legjobbjuk, éké ugye a kán, kijön a legjobbjuk, leönti a kors, felgyújtja a rákba. Az első üzenet, ami jött felém, a mongolok felé, ezentúl tiszteljük őket a szabályainkat át kell alakítsuk, mert okosabbak, mint mi, a harci technikájuk fejlettebb, és képesek voltak egy egész ö, flottát odaszállítani a japán partokhoz. És itt ütközök bele a másik dologba. A műveltség. Úgy gondolom, hogy a mai kritikusokból, ami hiányzik, az a műveltség. És ezzel adható, óva intelek téged is, kedves hallgató nézőm, hogy belőlünk is, oké, nem szeretném magamat ebből kivonni, hiányzik a műveltség, amikor megítélünk a saját szemeinkkel egy játékot. Nem akarok egy prédikációt tartani most itt a könyvek hasznosságáról, ugye? Én régebben, amikor fiatal voltam, nem nagyon volt pénzünk semmire, sokat olvastam. Az olvasásban egy olyan érdekesség van, hogy nem látod ugye a képet. Ezért az agyad játszani kezd a képpel hogy milyen képet formál az adott világról, amit olvasol. És ez a dolog egy, egy teljesen új kontextusba helyez, például egy filmet. olvasol egy könyvet, majd évekkel később meglátod a filmben, és látod, hogy milyen szintű különbség volt a között, ami a te fejedben van, v.s. a között, ami a, a filmben megjelenő karakterekről szól. Míg hogyha folyamatosan filmeket nézünk, illetve játszunk, és ezeket a fantasztikus környezeteket, történeteket megéljük, és főleg környezeteket, akkor a következő játéknál már csak egy annyit érzel, hogy mm, ezt már láttam valahol, mm, ezt is láttam már valahol. És tíz játékod van, és egymás mellé rakod a fantáziavilágokat, és azt látod, hogy szinte egyforma. És itt ugrok bele a másik pontba maguk a játék készítői is műveletlenebbek lettek egy idő alatt. Hogy mégsem, mert hogy mi lettünk kevésbé igényesek a munkára, ők ezt könnyedén észrevették, és könnyedén ki is használják. Szóval ennyi, hogy is mondjam, akadály után megkérdezem tőletek, milyen mi szempontokból kellene néznie esetleg egy kritikusnak egy játéket? Egy olyan kritikusnak, aki a mostani generációban van, egy olyan kritikusnak, aki a mostani tanrendszerben nőtt fel, ahol Hát ne haragudjatok, az én szemszögemből nézve, hogy ugye, benne vagyok most már a korba. Az én szemszögemből nézve igénytelenebbről, igénytelenebb szókincsre csökkenő könyveket kényszerítenek rá, hogy elolvassák a fiatalságot, sőt, már azon fiatalság el sem olvassa, hogyha erről van szó, igénytelenül, igénytelenebb filmek illetve mondani való nélküli filmek, fantáziavilág nélküli filmek, esetleg ugye, barátok köz kategória filmekre gondolok itt, továbbá ugyanezen szintű játékokat gyártunk, játszunk, fogyasztjuk, és többi. Számomra, és ez most itt személyes vélemény, egy játék kritikus, ha játékokra kerül a sor, ugye, természetesen vennie kell az alapdolgokat figyelembe Milyen teljesítménnyel fut az a játék, FPS, stb. A technikai dolgok, amire szükség van. De számomra, hogy egy kritikai, kritika képet kapjon, egy jó kritikai képet kapjak arról az adott játékról, egyes alapelveknek számomra megint csak meg kell feleljen az az adott játék. Mint például az adott kritikusnak milyen a, uh, tanítatási háttere van, milyen munka háttere van, esetleg, és milyen mélyen van benne az adott kategóriában, az adott játékoknak, ahhoz, hogy egy komplett képet adjon. Éké, mennyire művelt az az adott illető. képes -e felfogni azt, hogy például a Ghost of Tsushima-t, hogyha már mondtam, képes -e felfogni azt, hogy a rossz fiú szabályt, hogy a rossz nem kell adni túl sok kontextust. Vagy azt a zseniális mozdulatot, ahol fel, felvilágosították előttünk, hogy a japánoknak át kell alakítani a harci stíluskat, ahhoz, hogy legyőzzék a mongolokat, ékél megszületett maga a ghost. Ilyen apró, apró mozzanatok, amitől egy kritikus ezt észreveszi-e. Tud-e arról, hogy a mongolok valaha valamikor a félvilágot meghódították, és ez volt az életstílusok. Ilyen, ilyen apróságokra, hogy fel tudja hívni a figyelmet, amitől értékelni tudom az adott játékkészítőnek az, a, a, az üzenetét ebben az adatjátékban, És nem -e megy el ilyen apróságok mellett, tud-e egy érdekességet hozzátenni ahhoz az adott játékhoz, ami, ami felkelti a, az én érdeklődésemet afelé, hogy ezt hogy hogy vándoroljak, Például abban a történelemben, mint ami a Ghost of Tsushima, vagy vándoroljak abba a világba, ami a Warframe. A következő ilyen alapelv, amit én szeretek um, egy kritikustól és magamtól is, hogyha arról van szó, az a játékkészítési technikák, ezen belül is a filmezési és fénytechnikák, a művésziesség, ami kiegészíti ezt az egész világot. Szép, jól néz ki, milyen technikával volt filmezve, hova helyezik a karaktereket a kamerában, miért helyezik oda, miért emeli ezt ki, milyen hatást kelt az, a, az az adott jelenet, ha ez benne van egy játékban, akkor szeretném, hogy a kritikus ne menjen el ezek mellett. Tegye érdekessé, tegye érdekessé a portrét, a jelenetet. A Last of Us 2 tele van, tele van filmtechnikai, a részletekkel. Egyszerűen tele tűzdelték, amit mi manapság művésziességnek, művésziességnek hívunk, az valójában precíz technika, ami az évek alatt ki fejleszve, fejlesztve, és az egész játék eb ezekbe a kontextusokba van helyezve, fantasztikusan, zseniálisan használva ezeket a technikákat. Tudjátok, jó, hogyha egy kritikusnak van némi a műveltsége ezen a téren is, hogy tudja, hogy egyes jelenetek miért vannak úgy készülve, miért ábrázolták. Ellinek például a Last of Us 2-ben közelről az arcát, amikor felébredt, és egy adott ponton mutatok egy jelentek, amikor a háta tele van sérülésekkel, miért pont úgy helyezték a kamerát, miért fókuszáltak az arcára a kamerával, és a többi, és a többi. Apró jelenetek, ami kiemeli ennek a játéknak a szépségét. Szóval már eleve ott vagyunk, hogy ad a kontextusból is, esetleg ugye a történetből, hogyha a játék készítők ízteregeket, érdekességeket, az a kritikus mesél egy történetet, esetleg, hogy honnan elrejthet a játék története, mint a gosztásos esetében, továbbá felhívja a figyelmet, hogy mitől esetleg annyira művészhez, az adott játék is. Következő dolog az üzenete a játéknak. Kellen legyen egy üzenet, és itt hajózunk a legveszélyesebb útvonalon. Ez az adott kritikus a Ghost of tsushima és nem ő az egyetlen, mert rengeteg ilyen ö, ember van kritikus, aki, aki olyasmit tesz bele a játékba, ami valójában nincs is ott. Mint például, amikor megkriti megkritizálták a Division 2-t arról, hogy nem elég politikai, mert nem akartak. Nem baj, kihoztak belőle politikai üzenetet eleget a Division 2-ből, de a Division 2 nem akart az lenni. Ahogy a Ghost of Tsushima sem akart uh, politikai irányzatba, vagy Social Justice Warrior irányzatba vinni a dolgokat. Természetesen valakinek ott kell lennie, hogy belelásson egy olyan üzenetet, aminek nincs ott, a helye, ezáltal is fölösleges lármát keltve, ellentétet keltve emberek uh, között kritikusnak lenni nagyon veszélyes dolog. És nem azt mondom, hogy rengeteg hülyeséget mondok én is, és más is, és nem tudunk tökéletesek lenni, de nagyon óvatosan kell mászkálni azzal, hogy milyen üzenetet hordozol magaddal. Mert ha az üzenet valami olyasmi, ami ellentétet szül emberek között, nem beszélve olyasmiről, ami, ami agresszivitáshoz vezet, vagy fölösleges erőszakhoz, a fajgyűlölethez, és többi, ha egy olyan üzenetet akarsz közvetíteni, hogy már pedig ez, ezt mondta abba a játékba, és ez, és ez, és ez milyen felháborító, ha te ezt észreveszed, és rosszul fordítod le, akkor fölösleges interakcióra keltet fel a figyelmét az embereknek. A legkritikusnak úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennie ezt, hogy az üzenet, amit ő lát, az valóban benne van-e a játékban fel, is hívja a figyelmet egy olyan üzenetre, amit ő lát, minimum tegye hozzá, hogy ezt csak én látom így, nem pedig ráfogni a teljes játék teljességére, hogy az egész erről szól, és ez egy trash. Uh, jobb, hogyha hozzáteszi, hogy ez az én, ezt én látom benne, de valójában nincs benne a játékba azért mert, mert, mert. Itt úgy gondolom, hogy nagyon fontos az objektivitás. Az elkövetkezendő években a ray tracing miatt a játékok hatalmasat fognak fejlődni. A ray tracing nem csak azért lesz fantasztikus, mert új megvilágításba helyez fényeket, árnyékokat, és mint naplemente, ahogy lesz. Nem csak ez lesz a, az áttörő hatása a ray tracingnek, hanem az, amit elérhetnek vele a készítők hogy új megvilágításba tehetnek, tehetik a művésziességet, sokkal filmszerűbb élményét tehetik azt az adott játékot, sokkal jobban mozgathatnak kamerákat a karakterek körül, adhatnak nekik sokkal jobb érzéseket. A, ahogy a fény megcsillan valakinek a szemén, több kifejezést adhat egy kamerába, hogyha a karakterre és a, a, az arc mimikájára kell fókuszálni. Egyre fejlettebb lesznek ezek a, ezek a grafikus motorok, és a ray tracing az első első lépés talán afelé, hogy a játékokat a következő szintre emeljük. Művésziesség, történetmesél, főleg történet, mesélés uh, téren. A gameplay, hát az sajnos olyan, ami ilyen sokszor, de a történetmesélés és uh, téren a raytracing az első lépés, ami, ami megkönnyítheti a készítőknek a dolgát. Kérdés az, hogy észre fogják-e venni, észre fogja -e ezt venni a kedvenc videósod, aki az adott játékot kritizálja. Beleadja-e az, hogy miről szól a játék? Nem-e értelmezi vére azt a szimpla üzenetet, ami benne van ebben a játékban? Hölgyeim és uraim, hashtag ugye eljutottam a végére című kommentet is kérnék oda, kíváncsi vagyok, ki jutott el ide, egy kicsit hosszú lett, igen, tudom. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!